sziasztok! Minden kívánságunk így ilyen gyorsan teljesüljön, hiszen Szalai Attila ma este már pályára is lépett a Bohum ellen, a Hoffenheim hazai mérkőzésén, és ami a legjobb hír, mert aztán nagyon sokféleképpen lehet értékelni a játékát, az az, hogy, hogy végig a pályán volt, és nem ő volt a legrosszabb játékos egyértelműen, nagyon sok összesítést megnéztem, és nagyon sok értékelést láttam, és ezekben mindenhol ott középen volt. Voltak nála rosszabbul játszó játékosok, voltak nála sokkal jobbak is. Ugye egy nagyon érdekes felállással ment fel a pályára a Hoffenheim, hiszen ugye a Bauman előtt a Brooks, a Vogt és Fogt és a Szalai játszott, tehát ilyen három hátvédes felállás, és előttük a Stach söprögetett, aki nagyon remekül játszott, ugye többen a legjobbnak értékelték az egész mérkőzésen, és elől pedig egy csatárzseni volt a Kramaric, aki, aki végig nagyon-nagyon ügyesen mozgott, és benne volt az hogy, az, hogy akár több gólt is rúg, hát a végül csak egyet rúgott, de már az első gólban benne volt, ami öngól volt, és ugye a kapusról csúszott be a 32. percben. Ugye az Attila az sok harcot vívott a, a, az ő oldalán, ugye az ellenfél a Bohum jobb oldalán, az ő bal oldalán mentek azért akciók. Egyetlen egy olyan helyzet volt a másik félő elején, aminél őt átjátszották, és abból volt a beadás. Tehát valószínűleg ennek is köszönhető, hogy nem jóval 7 fölötti, hanem ilyen 6,9 és 7,2 közötti pontokat kapott a különböző értékelésekben. De itt most ne erre gondoljunk elsősorban, hanem arra, hogy egy győztes meccsen fellépet végigjátszott, nem ő volt a legrosszabb, tehát ez egy nagyon-nagyon jó visszatérés lehet a, a Hoffenheim csapatába, és ez azért nagyon fontos, mert nekünk az eb kell egy játékban lévő Szalai Attila, más kérdés, hogy ha nincs játékban, akkor is pár hét alatt az edzőtáborban a válogatott megcsekel, azért vissza fog valamennyi ebből jönni, de hogyha játsza mondjuk ezt az idényt, és akár csereként, akár kezdőként váltva pályára lép, az nyilván mindenkinek sokkal jobb lesz, és a Németországban azért a Bundesliga bajnoksága az maga mint a Super League, ugye a török bajnokság, úgyhogy most bízunk abban, hogy, hogy a sérülések után is számít rá az edzője. Ez a játék, ez tulajdonképpen már, már belépő lehet arra, hogy, hogy tényleg számítsanak rá. Meglátjuk, hogy meddig tart a bizalom. Egy nagyon szerény, nagyon csendes és nagyon tisztességes sportemberről van szó, aki el fogja fogadni, hogyha nem őt választják, de mindent meg fog azért tenni, hogy továbbra is a védelem baloldalán maradjon. Szóval összes ez egy igen remek, lendületes mérkőzés volt, aminek ugye már az elején, ugye a 32. és a 43. percben, tehát az első féldő második felében már tulajdonképpen eldőlt, nem volt annyi a Bohumban, hogy, 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 több, hogy több gólt rúgjon. Az, az a Bohum egyetlen gólya viszont gyerekek, az káprázatos volt, ha meg tudjátok nézni, akkor érdemes megnézni ilyen összefoglalókban legalább a Paciencia nevű játékosuk, hát kapott egy beadás, és kapásból úgy berúgta a felsőbe, hogy a kapus meg se bírt mozdulni, ez a Bauman nevű egyébként nem rossz kapus, és ezen a meccsen is nagyon jól védett, de hát ezzel nem lehetett megmozdulni, mert mire megmozdult volna, addigra már rég a hálóból kifele jött a labda, úgyhogy fantasztikus nagy kapás gólt rúgott, ő egyébként a félidőben átbe ez a Gonzalo Paciencia nevű játékos. Alapvetően tehát ez a helyzet, a Hoffenheim megmaradt a hatodik helyen, ez nekik nagyon jó, mert még ott vannak ugye az elején, és kupainduló helyen vannak, meglátjuk, hogy meddig tart ez a lendület, és szurkoljunk annak, hogy Szalai Attila minél több játékot játszom, minél több lépjen pályára, és minél jobb teljesítmény nyújtson, belépőnek ez tökéletes volt. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá Szalai Attila, a jó Isten áldjon meg mindenkit.